Nem csak a vízilabdás hölgyek érme csillogott fényesen a hétvégén Belgrádban. Rabcsenge, a műkorcsolyázók úgynevezett Advanced Novice, Megyesi Fruzsina pedig a senior kategóriájában állhatott fel a dobogó legfelső fokára a Nemzetközi Szövetség Skate Helena versenyén. Most a hölgyek a vendégeim, velünk beszélgettünk a következő percekben. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Na, hát gratulálok, hölgyek, ez azért nagyon komoly dolog, és a nemzetközi versenyen, műkorcsolyában a dobogó tetején állni, az mindenképpen szemet és szívet melengető dolog, szemet gyönyörködtető, szívet melengető, hogy maradjunk így. Kicsit segíts nekem, Csengi, abban, hogy ez a kimondhatatlan nevük életkori kategória, ez mit jelent? Te hány éves vagy mindehez? Ez az Advanced Novice kategória 10 és 15 évesek között indultam, és nagyon örülök, hogy idén már ebben a kategóriában indulhattam. És ez az alsó vagy a felső régióhoz közelítesz? Az alsó, tehát akkor 12 éves vagyok. 12, szuper. Uh-huh. És ez azt jelenti, hogy nem csak egy külön van most már, hanem egy rövid és egy hosszú. És tehát akkor klasszikus metodika szerint rövid program és kür? Igen. Wow! És nagyon örülök, mert eddig az eddigi versenyeken mindig a hosszú sikerült jól, és a rövid rosszul, vagy a rövid jól, és a hosszú rosszul, vagy hát igen, és nagyon örülök, hogy most mind a kettőt jól meg tudtam csinálni. Fantasztikus. Hát igen, ez egy ilyen műfaj, hogy a jó végső teljesítményhez kell ugye két jó program, egy rövidebb, meg nyilván ugye a kűr, a szabad program. Hát Fruzsi, ugye nagyoknál ez már nem is kérdés, hogy ez így van, de ez olyan rosszul hangzik ez a senior, pedig nem arról van szó, hogy itt valami koros versenyzőről beszélünk, csak nyilván ugye a felnőtt kategóriát ugye így hívják ebben a műfajban. Neked hogy sikerültek a te kűrjeid, akár a rövid, akár pedig a szabad? Örülök neki, mert mindkét a rövidben és a kűrben is tudtam hozni a formámat, bár voltak apróbb hibáim, de úgy érzem, hogy sikerült, az megálltam a helyemet a senior mezőnybe. No, hát azért, ha megnyerted a versenyt, akkor nagyon úgy tűnik, hogy megálltad a helyet, ne szerénykedjünk. Egy picit segíts nekünk abban eligazodni, hogy ma mi a követelmény, ugye a seniorban, és ehhez képest mit tudtál mondjuk akár a rövid programban megmutatni, és mik voltak azok az extrák, amiket a küldetbe beleféltek. Hát itt ugye mindig az ugrásoknak a nehézségét nézzük, a minőségét, a fordulatoknak a számát. Hogy nézett ez ki a te programjaidban? Egy senior versenyzőnek szerintem 2 vagy 3 triplát már illik tudnia. Uh-huh. És itt most arról beszélünk a háromfélét. Tehát háromféle triplát, igen. Rövid programban ugye egy dupla axel az kötelező, igen, meg két tripla ugrás is, úgyhogy két tripla az elhanyagolhatatlan, és a hosszú programban pedig legalább 4 tripla, az lehet kétfajta, vagy négy többfajta, de 2 az mindenféleképpen kell, és úgy gondolom, hogy az én programom az anyagerős, mert van benne 4 fajta tripla, és 4 tripla, 2 dupla axel. Az igen, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az axelt leszámítva megugrod a többi félfajta triplákat, ugye? Az komoly. Mi a helyzet a kombinációkkal, az ugrás kombinációkkal, ugye mert ez a másik, ami azért megint csak nagyon fel tud dobni egy kürt? Hát most azon dolgozunk, hogy legyen a programomban tripla-tripla, vagy dupla axel triplatól mondjuk. Aha, uh-huh. Az is nagyon magas pontokat ér. Aha. Most ezen a versenyen még csak tripla-dupla volt, de remélem a következő versenyen sikerül már dupla axel triplatól. Oké. Okay. Csenge, te hogy állsz ezekkel a egyébként nyilván a civil fül számára emészthetetlen ilyen-olyan ugrásokkal? Ezeknél te a számok tekintetében hol jársz? Duplák? Én dupla-duplákat ugrottam, és dupla axelt, ami az én korosztályomban, hát az, aki az első 5-be volt, azok ugrottak dupla axelt, és én meg a második ugrottam tripla szalvot, és mind a két programban meg tudtam ugrani. Gratulálok, ez nagyon komoly dolog. És a bírók is elfogadták. Fantasztikus, igen, mert hát ez egy dolog, az ember megugorja, de ugye azért mégis csak a bírók teszik rá pontot, hogy ezt
azt mondják, hogy kérem szépen pipa, ez meg is volt ugye minden szempontból. Na beszéljünk akkor azért a másik nagyon fontos és lényeges részéről a műkorcsolyának. Az ugrás az vitathatatlanul fontos, annak a minősége, szépsége, magassága, tisztasága, ugye ez egy első lépés ma már nyilván a női műkorcsolyában is, de legalább ennyire fontos, hogy nagyon sokat változtak a szabályok, ugye azok az összekötő lépések, és hát nyilván a kür minősége, tehát a zenével való összhang, azért a koreográfia, szépsége, tisztasága, az egyéniséget kihangsúlyozó volta. Te hogy állsz ebben most, Csenge? Téged ez mennyire szórakoztat mondjuk így a műkorcsolyában? Hát nekem a kedvenc dolgom a műkorcsolyában az, hogy előadhatok. Ha megszólal egy zene, egyből úgy érzem, hogy muszáj rá táncolnom, és nagyon élvezem, hogyha az egész kürömet. Tehát mondhatom, hogy a művészi hatás részében erős vagy? Igen. Aha, ez nagyon fontos dolog. Részt veszel adott esetben ezeknek a kűröknek a koreográfiai megmunkálásában? Tehát a te elképzeléseid azok meg? Igen, és Hoffmann Nóra, aki nagyon sokat segít nekem a kür kidolgozásában és a mozdulatokban. Aha, értem. Hát ez fontos dolog. Akkor az azt jelenti, hogy ez egy örömmel készülő kür, egy olyan koreográfia, amit te szívesen táncolsz, ugye? Igen, nagyon szeretem. Olyan a rövidet is és a hosszút is. Aha, Fruzsina, nálad ez hogy van ez a kérdés? Én is szeretem berakni magam, ez odarakni magamat a koreográfiánkába, és egy programban a technikai elemek mellett mindig az a célom, hogy úgy adjak elő, hogy azt a bírók azt mondják, hogy na, ez élvezi, és hogy hogy látszódja rajtam, hogy tényleg, hogy én vagyok ebben a programban. Világos. Ez érzitek, hogy esetleg ez a pontszámaitokat tekintve azért, hogy meg is látszik, tehát, hogy megnyomódnak a pontszámok egy kicsit ugye a értékelés ezen pontján? Igen, mert ugye azt is nézik a bírók, hogy mennyire ad elő a versenyző, hogy mennyire elvezi. Persze. Tudok, azért mondom, hogy akkor végül is ebben mondhatjuk itt az erősségetek mind a kettőtöknek. Igen. Na, hát akkor hova tovább, kinek milyen feladatai lesznek? Ugye azt néztem, hogy Fruzsina ugye tartalék most a rövidesen kezdődő pozsonyi Európa-bajnokságon, de hát nyilvánvalóan gondolom a szezon azért még nem ért véget. Igen, most a következő megméretetés az a Lillehammer ifjúsági olimpia lesz. Wow, hát az egy nagyon komoly feladat lesz. Igen. Az igen. Lillehammert láttam közelről, csodálatos hely, biztos élvezni fogod. Most arra készülünk. Aha, hát ez most már lehet gyakorlatilag egy szép komoly feladat, az már itt van a sarkon, mindjárt befordul, ugye, mondhatjuk. Igen. Akkor a forma időzítés mondhatjuk, hogy erre az ifjúsági olimpiára kell, hogy ki teljesedjen? Igen, így az egész szezont úgy építettük fel, hogy a Lillehammeri ifjúsági olimpia legyen a főverseny, és úgy gondolom, hogy eddig végig felfele haladok, úgyhogy jó esélyeim vannak, hogy a lehető legjobb formámat mutassam. És az mit jelent? A legjobb formát kihozott magadból, az mire lehet elég? Szerintem első 10 talán megközelíthető. Wow. Na, hát az nagyon jól hangzik, szuper. Nagyon örülök neki, Fruzsina, hogy ilyen nagyon, nem is azt mondom, hogy merész, hanem ilyen magabiztos elképzeléseid vannak az ifjúsági olimpiáról. És nálad, Csenge, mi a szezon következő lépése, feladata? Ebben a szezonban nekem még lesz 3 külföldi versenyem, és 2 versenyem itt Magyarországon lesz. Szóval akkor azért van még bőségesen feladat. Igen. Az mennyire motivál benneteket, ha nyilván nem is indulás szempontjából, hogy lesz egy hazai rendezésű világbajnokság is, ugye? Jól tudom, Debrecenben? Igen. Az azért megmozgatja egy kicsit a hazai műkorcsolyi életet? Tehát mi a tapasztalat? Hát igen, szerintem mindenféleképpen nagy motiváció az, hogy itt lesznek Európa, vagyis a világ legjobb junior versenyzői, és természetesen az a cél, hogy akár a mostani is elindulhassak, vagy elindulhassunk, vagy a következő év junior világbajnokságain. Világos. Hát akkor bőségesen van tennivaló. Csenge, neked valami ismétlés a szezonban esetleg, akár egy hasonló érem begyűjtése ezeken a versenyeken? Reális-e? Remélem, hogy ugyanúgy teljesíthetek, mint a mostani versenyen, és nagyon várom már a versenyeket, hogy újra szerepelhessek. Szuper, hát hölgyeim, akkor sikeres triplákat és duplákat és kombinációkat kívánok nektek, szép kűröket és sok-sok jól sikerült versenyt nyilván a közelgő ifjúsági olimpiára és az egyéb megmérettetésekre, és ehhez a győzelemhez mind a kettőtöknek szívből gratulálok. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!